Szerdán lesz az újraélesztés világnapja. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete a gyerekek számára rajzversenyt hirdetett az esemény alkalmából. Az életmentő ismeretek jelentőségére, elsőjátítására pedig iskolai közösségi színtereken is felhívják a figyelmet aznap. Nem a tanúra jogtatás segédeszköze az Ambúbaba, tavassza mégis ezen gyakoroltak a Nyíregyházi Kölcsei Gimnázium diákjai. A Magyar Vörös Kereszt megyei szervezetének munkatársai vitték el hozzájuk hősképzésük keretében. A program lényege, hogy a társadalmi elsősegélynyújtást és az újraélesztés népszerűsítsék és tanítsák, minél szélesebb körben és korosztályban, óvodáskortól az idősebb felnőttekig, iskolákban, munkahelyeken egyaránt. az újraélesztési ismeretek hamar megkopnak, mivel szerencsére nem használjuk ezeket napi szinten, így időnként nem árt felfrissíteni tudásunkat. Erre is jó a hős képzés, amely segít, hogy a mozdulatok magabiztossá rutinszerűvé váljanak szükség esetén. Október 16-án is erre az alapvető tudásra hívják fel a figyelmet, az újraélesztés világnapján a vegyet több településén az egyre több helye megtalálható félautomata defibrillátor használatának elsajátítására helyezik majd a hangsúlyt. Gurály Edina, a Magyar Vörös Kereszt Szabolcs Szakmár megyei szervezetének igazgatója a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mióta ünnepeljük az Újraélesztés Világnapját? Ennek a világnapnak most van az ötödik születésnapja. Az Európai Újraélesztési Társaság hozta létre ezt a világnapot. Egy világnap számomra mindig azt jelenti, hogy valamilyen problémára fókuszálunk, vagy valami olyan dologra próbáljuk fölhívni a figyelmet, ami mellett nagyon könnyű elmenni, de mégis óriási jelentősége van, és pont ilyen az újraélesztésnek az ismerete is. Nem mindegy, hogy egy adott helyzetben valaki tudja elhasználni ezt az erőt ismeri -e azt a mozdulatsort, azt a folyamatot, amivel valakit újra lehet éleszteni. Ez egy adott esetben egy ember számára éppen a, a, az élethez való esélyét fogja megteremteni, vagy annak a, az attól való elesést fogja jelenteni. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy minden évben van valami, ami felhívja a figyelmet arra, hogy ezt életben kell tartani ezt a, ezt a tudást, és, és terjeszteni. Ez így van. A Magyar Vörös Kereszt a hősképző programján keresztül nagyon sok szintéren megfordul. A falunapoktól kezdve tényleg az óvodai szinterekig nagyon sok helyen ö, részt veszünk különböző programokon. Itt ö, az újraélesztésen át, az elsősegélynyújtásig sokféle ismeret az, amivel ö, megszólítjuk az embereket, és próbáljuk ezt a fajta tudást ö, életre hívni, vagy fölhívni a figyelmet arra, hogy nem mindegy, hogy akkor amikor látunk egy olyan esetet, amikor be tudjuk azonosítani, hogy a, a sérült, vagy a beteg, vagy, a, vagy egy utcai járókelő, aki összeesett, nem lélegzik, hogy olyankor mi, mi az, amit tennünk kell. Ennek kapcsán mindenféle korosztályt igyekszünk megszólítani. Most az iskolai korosztályra fókuszáltunk. Az újraélesztés világnapján, október 16-án, kilenc helyszínen zajlanak majd az események. Ez egyben egy verseny is az iskolák számára, hogy minél több külső szereplőt is be tudjanak vonni. Apukák, anyukák is menjenek el erre az eseményre. A megyebeli kollégák önkéntesekkel, egészségügyi dolgozók, védőnők, illetve elsősegényújtó önkénteseink lesznek velük jelen. Az ambubabákon lehet majd kipróbálni, gyakorolni és elmélyíteni azt a tudást, amit esetleg már valaki a korábbi évek során ö, megtanult. De jó esetben erre nincsen szükség, hogy ezt gyakoroljuk, hogy ezt használjuk. Viszont, ahogy már mondtam, akkor, amikor ezt élesben kell használni, akkor nem mindegy, hogy csak tétlenül tudunk állni. Már az is nagyon jó, ha odáig eljutunk, hogy hogyan kell mentőt hívni. Egészen pontosan. Az meg még jobb, hogy addig, amíg a mentő megérkezik, addig mi el tudjuk-e kezdeni az újraélesztést, el tudjuk-e kezdeni a szívmasszást, azt hogyan fogjuk végrehajtani, és hogy annak lesz-e pozitív eredménye. Milyen elmélyült tudást tud adni egy ilyen kampányszerű rendezvény? Magyarul mire jó? Már arra is nagyon jó, ha felhívja a figyelmet arra, hogy foglalkozzunk ezzel, de hogy meddig lehet eljutni egy ilyen programon? Egy ilyen programon az, aki még soha nem próbálta, az egyáltalán meg tud ismerkedni azzal a dologgal, hogy, ez, hogy, hogy mégis milyen. Tehát, hogy mit jelent az, hogy ami, amit népszerűsítő videókban lehet látni, hogy megnyomjuk a a melkast, hogy mit jelent ez a melkas kompresszió, hogy ez hány centit jelent a melkas megnyomásánál, hiszen hogyha laikusként végig gondoljuk, hogy ott a, a csontot kell nyomni, valószínűleg az az első, hogy Úristen eltöröm, és akkor itt, itt, lehet, hogy ez lesz az első ilyen gondolata egy laikus számára, ez lesz az első gondolat egy laikus számára, hogy nehogy valami bajt okozzak szokták mondani, hogy az a kisebb baj, hogyha a borda eltörik, az a nagyobb baj, hogyha újraélezhető lett volna valaki, és ez nem történt meg. Mi minden évben Többször adunk életmentő érdemérmet azoknak a laikus elsősegényújtóknak, akik akár egy focipályán, akár egy rendezvényen, az utcán a strandon euh, tudták és ismerték használni az újraélesztési ismereteiket. Nagyon sokan vannak, akik ezt sehol máshol nem tanulták, csak a jogosítvány megszerzése során a közúti elsősegényújtó vizsgát, amikor le kellett tenniük, és akkor találkoznak vele. Aztán utána ezt nagyon szeretik el is felejteni, mert hogy ez egy kötelező dolog, azon túl kell esni ahhoz, hogy vezethessünk. Az lenne a jó, hogyha ez a tudás megmaradna, és hogyha már egészen kicsikortól tudnák a gyerekek is, hiszen minél hamarabb megtanulják, minél hamarabb megismerkednek vele, akkor utána ezek a ráismétlések már elegek ahhoz, hogy uh -huh, akkor van egyfajta bátorságom, merem használni, mert ez egy olyan fajta tudás, ami, ami mindenki számára megszerezhető. Mennyire fogékonyak erre a fiatalok? Most az iskolákat célozta meg a vöröskereszt? Szerencsére nagyon. A rajzpályázat, amit meghirdettünk, én azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt, ugyanis több száz pályamű érkezett hozzánk, amit szerdán egy kiállítás keretében fogunk bemutatni és három korcsoportban indultak a fiatalok, alsó tagozatos, felső tagozatos, illetve középiskolai korosztályban, háromban nagyon érdekes és jól meggondolt, jól felfogott rajzok érkeztek. Három témakört adtunk meg, ami nyilván nem, nem áll távol egymástól, a kezeiddel életet menthetsz, hiszen itt elsősorban erre van szükség, a mencs életet, válts, válts szemléletet, tehát nagyon sokszor ez a fajta szemléletváltás hiányzik, hogy nem merek, nem akarok, félek tőle, hogy ha ezen túl tudunk jutni, akkor tudunk segíteni, a harmadik pedig a hősképzőnkről szól, hiszen nagyon sok helyen a piros köpeny és a piros állarc mostanában megjelenik, és nagyon sokan kapcsolódnak be hozzánk, ezeket nagyon szívesen fölveszem, Teszik, hiszen egy hősköpenyben életet menteni, vagy legalábbis gyakorolni, az egy jó dolog. Már az is nagyon jó, azt gondolom, hogyha akár egy gyerek, akár egy felnőtt nem esik pánikba, akkor, hogyha ö, akár egy idegen ember, vagy nehogy Isten a hozzátartozója rosszul lesz, összeesik, és tudja, hogy mi az, amit tennie kell. Ez egészen pontosan így van, hiszen valamit tenni jobb, mint ö, semmit sem csinálni. Eleve a vörös keresztnek, az alaptevékenységébe, az alapelveihez tartozik az emberi életnek a védelme. Tehát nekünk nagyon fontos, és ezért is csatlakozunk minden ilyen fajta megmozduláshoz, világnapokhoz, mint amilyen volt az első elsősegényújtás világnapja, mint amilyen az újraélesztés világnapja, hogy minél szélesebb körben, minél többször ö, emlékeztessük az embereket arra, hogy akkor, amikor valami olyan eset van, amiben bárki ellátásra szorul, akkor jobb merni és cselekedni, mint itt Állni és várni, hogy a mentő megérkezzen. Ezek a programok azt gondolom leginkább figyelemfelkeltésről szólnak, de könnyen lehet, hogy éppen ezek az alkalmak azok, amikor valaki rájön, hogy ő szeretne ezzel mélyebben és komolyabban foglalkozni. Ő nekik tud -e a Vöröskereszt kínálni valamit. Természetesen ez így van, tehát többféle fórumunk, képzésünk felkészítő tanfolyamunk van, középiskolások részére kortás felkészítő tanfolyamot tartunk, ami éppen most is szervezés alatt áll a magyar ifjúsági vörös kereszt égisze alatt. Ebben különböző témacsoportok vannak megadva, amiben a fiatalok tudnak hozzánk kapcsolódni, és ennek az egyik része az elsősegélynyújtás, amit nagyon professzionális szinten tanulnak meg. Sokat beszélünk, illetve szerencsére sokszor van alkalmam arról beszélni, hogy a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot a Vöröskereszt ifisei szokták biztosítani a Balaton különböző strandjain, ezeken nem képzett, nem, nem képzett egészségügyi dolgozók vannak, hanem gyakorlatilag laikus elsősegényújtókból kiképzett, nagyon profi elsősegényújtók, akik egyébként az élet más területén egészen más szakmában dolgoznak, de akkor is ott egy teljes ellátást képesek biztosítani a sérülteknek. És még az is lehet, hogy tartósan önkéntes munkát fognak végezni a Ez így van. Gura Edina, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget.